Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben Sakkmagazinban. Én Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és állandó műsorvezetőtársam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Minden műsorunkban beszoktunk számolni arról, hogy mi történik a megye is, a régió is, az ország sakkéletében. Ősz téleleje lévén ilyenkor már gőzerővel beindult a megyei csapatbajnokság, beindult az NB2 is, ezért elsősorban erről szeretnénk tudósítani. Két fordulót játszottunk le eddig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakk csapatbajnokságban, több rendkívül erős csapat vesz részt, így az NB2-ből kiesett Piremon csapata is, amelyik egy komplett NB2-es csapat, még ha viszonylag gyengébb is. Ez a csapat a megyei csapatbajnokságnak a bajnoki cím várományosa. Rendkívül erős csapat a kisvárdai csapat is, és erős csapat a sakkiskola is, amelyik csapat két forduló után a mezőny végén kullog, hozzá kell tenni azért, hogy rendkívül erős csapatokkal mérkőzött meg. Két forduló után kisebb meglepetésre, bár egyáltalán nem olyan nagy meglepetés, nem a Piremonnak a komplett NB2-es csapata vezeti a mezőnyt, ők a harmadik helyen állnak, egyelőre a bajnoki helyen, első helyen a kisvárdai csapat van, második helyen pedig a Dávid SC. Harmadik hely után a negyedik hely következik, itt kisebb meglepetésre a vajai második Rákóczi Ferenc SE áll, és ötödik helyen pedig a valamikori NB2-es csapata, a Balkánynak a csapata. Még nagyon sok forduló van hátra a megyei csapatbajnokságból, ez a sorrend még fel is borulhat, akár változhat is, minden esetre szikrázó küzdelmeknek, óriási csatáknak vagyunk a szemtanúi. Beindult az NB2-es bajnokság is, a Nemzeti Bajnokság második osztálya, ahol két csapatunk érdekelt a küzdelmekben, az egyik a nyíregyházi sakkiskola csapata, a másik pedig a tiszavasvári NB2-es csapata. A legutóbbi adásunk óta három forduló zajlott le az NB2-ben, a negyedik, ötödik és hatodik forduló. A negyedik fordulóban a tiszavasvári Ederénybe utazott idegenbe. Tudni kell az edelényi csapatról, hogy meglehetősen erős és rutinos gárda, akiket igen sok szlovákiai sakkozó is szokott erősíteni. Nos, a tiszavasvári viszonylag nagyobb arányú vereséget szenvedett az erős edelényi csapattól, 8-4-re kaptak ki. A nyíregyházi sakkiskola az NB1B-ből kiesett, meglehetősen erős Hajdúböszörményi csapattal mérkőzött meg, és papírformát felborítva 6-6-os végeredmény született. Ha jól emlékszem, 6 óra alatt dőlt el a küzdelem. Az ötödik fordulóban a tiszavasvári csapata kiütötte a Borsod megyei Mezőkövesdet, 7,5-4,5-re diadalmaskodott, a sakkiskola Borsod megyébe vendégeskedett, Kazincbarcikára utazott, ahol változó szerencsével 6,5-5,5 arányban váratlan vereséget szenvedett a kazincbarcikai csapattól. Több partiban váratlan eredmény született, hát előfordult, hogy az óriási feszültségben egy játékosunk egy lépéses mattot nem adott be, végül döntetlenben oldódott fel a parti feszültsége örökös sakkal, néhány félpontot elszórt a nyíregyházi csapat. Napokkal ezt megelőzően zajlódott a hatodik forduló, ahol a sakkiskola a Nádudvar csapatával mérkőzött meg, a papírforma nagyarányú nyíregyházi győzelmet ígér, ez be is következett, 7,5-4,5 arányban győzött a nyíregyházi sakkiskola, a konkrét összeállítás ismeretében azonban ez az eredmény akár hízelgő is lehet a nádudvari csapatra, tehát a papírforma alapján több pontot vártunk volna el a nyíregyházi csapattól, de ez a győzelem még azért így is fényes. A tiszavasvári csapat a bajnokság legerősebb csapatával, a debreceni sakkiskolával mérkőzött meg. Hát a papírforma nem sok jót jósolt a tiszavasvári csapatának, sajnálatos nagyarányú vereséget szenvedtek, 10-2-re kaptak ki. Péter, te hogy látod az NB2-nek az alakulását? Hát az NB2, ugye, ahogy mondtad, a legerősebb csapat a debreceni sakkiskola. Ők ugye megerősítették évelején a keretüket, egyértelműen a feljutás a cél náluk, és egyértelműen valószínűleg meg is fogják nyerni. A
Azt hiszem 5 pontos előnyük van most a debreceni sakbarátok előtt, tehát ez a csapat, én úgy gondolom, hogy kiemelkedik. A többiekkel azonos szinten, vagy egy picit gyengébb, ugye a Nyíregyházi Sakkiskola és a Tiszavasvári ESE is. Azt meg kell említeni, hogy a Tiszavasvári most nagyon-nagyon jó évet fut, tehát a gyengébbeket nagyon szépen megveri. Most egy nagy vereségbe beleszaladtak, de ez gyakorlatilag majdnem minden csapat ellen a debreceni sakkiskola ugye ezt az eredményt el tudja érni. De szép 8-4-es győzelmék voltak, hétfére nyertek, tehát most egyértelműen nincsenek kiesési gondjaik, ugye tavalyével ellentétben az előtti évekhez képest, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó évet fognak zárni. Azt hiszem, köszönhetik ezt az erősítésnek Fábista Ákosnak, a fiatal 17 éves Rádai Zolinak, a fehérgyarmati Barta Gabinak is, akik azért fontos Igen. szerepet töltenek be a csapatban. Ez mindenképp is főként azért, mert ugye Rádai Zoli még ifjúsági játékos is, és a csapat elején szerepel, kifejezetten jó eredményeket ért elő is, de nagyon erős játékosok, tehát a Barta Gábor is, és természetesen a Pápista is. Tehát mindenképp ez a vérfrissítés jót tett a Tiszavasvárinak. A Nyíregyházi Sakkiskola, én úgy gondolom, hogy a 5.-6. hely valamelyikén fog végezni. Ugye nekünk az első fordulóban nagy szerencsénk volt, ugye a debreceni sakkiskolát sikerült megverni, ott még nem igazán vették fel a ritmust. Debreceniek. Sem fogja tudni megverni a Debrecen. Igen. Hát nagyon erős, és egyértelműen ez már egy olyan csapat, ami NB1-ben is megállná a helyét. Én úgy gondolom, hogy a többi csapat, a debreceni sakbarátok, a miskolci kisbocsok, amelyik csapatban rendszeresen 8-9 ifjúsági játékos szerepel, tehát ők nagyon erősek, a Hajdúböszörmény csapata, aki gyengébb start után egy 11,5 feles győzelemmel elgázolta a Nádudvart, és ezzel ugye valószínűleg a kieső helyre és a kieső pozícióba száműzték őket. Tehát a Hajdúböszörmény is nagyon, nagyon erős csapat. Érdekes lesz a második, harmadik, tehát az éremért folytatott küzdelem az NB2-ben. Azt azért említsük meg, hogy jelenleg a Tiszavasvári ESE a 12 csapatból a 7. helyen áll, a Nyíregyházi Sakkiskola az 5. helyen áll, és én nekem rózsaszínűbb a szemem látása, én bízok benne, hogy nem 5.-6. helyen fog végezni a Nyíregyházi Sakkiskola, hanem esetleg még előrébb is. Talán, ha nagyon jól kijön a lépés, akár még éremért is küzdhetünk, annyi érmet szereztünk már az NB2-ben, és a Tiszavasvári ESE is a középmezőnyben fog állni a versenynek, a bajnoki évadnak a végén is, nem a tabella végén fog helyet foglalni vége felé. Én még annyit szeretnék mondani, hogy visszatérve egy picit a megyei csapatbajnoksághoz, hogy ugye a Piremon esélynek a ugye NB2-es csapata, amelyik tavaly kiesett, és ugye egyértelműen az a célja, hogy visszakerüljön ugye NB2-be, ugye nagy erővel küzd, hogy ugye a bajnoki címet megszerezze, de természetesen, hogy a Kisvárda ESE, amelyik a Tiszavasvárnak a második csapata, és ugye eddig az utóbbi 2-3 évben ők voltak a bajnokok, azért egyértelműen meg fogják nehezíteni a Piremonnak a dolgát, ők se szeretnék feladni ugye bajnoki álmaikat, és ami nagyon szép és előremutató, hogy a Dávid SC ugye nem véletlenül el a második helyen, tehát nagy arányban megverte a Nyíregyházi Sakkiskolát és a Piremonnak a második csapatát, két viszonylag erős csapat ellen ért el nagyon sok pontot. Ők is ott lesznek, és úgy gondolom, hogy az első három hely az a három csapat fogja elérni. Most az kérdés, hogy milyen sorrendben, de nagy harc és izgalmas küzdelmek várhatóak a megyében is. A többi csapat, aki középmezőnyben vannak, ott még bármi lehet, tehát ott nagy arányú győzelem, vereséggel sokat lehet liftezni az egyesületeknek. Én úgy gondolom, ez a három csapat most kiemelkedik a
kiemelkedik megyei szinten. Ők az érmek várományosai. Igen. Nevezzük még meg a legjobb pontszerzőket az NB2-ben. A tiszavasvári csapatában a legjobb pontszerző 5 pontot szerzett Molnár János. Egy ponttal kevesebbet szerzett a műsorunkban már oly sokszor megemlített és bemutatott Lengyel László, és a legutóbbi adásunkban, amikor beszámoltunk a tiszaújvárosi versenyről, annak a megnyerője Békési János, a tiszavasvári csapatának a harmadik legjobb pontszerzője. A sakkiskolában 3 játékos egyszerre a legjobb pontszerző, Hajbók Róbert, illetve Hibján Tamás. Amikor a sakkozók az NB2-es küzdelmek előtt állnak, akkor az ellenfelekre személyre szabottan igyekeznek felkészülni. Készülés során rendkívül érdekes partikkal és hadállásokkal szembesülünk. Egyszer egy ilyen készülés közben találtam egy rendkívül érdekes állást, amit nem ellenfelünk játszotta, hanem az első orosz sakkvilágbajnok, dr. Alekszander Aljehin játszotta, és pedig vakszimultánon. A képernyőn látható hadállás dr. Aljehin világbajnoknak egy vakszimultánján fordult elő, a szimultánozó világbajnok vezeti a világos figurákat. Rendkívül érdekes és aranyos sztori, amit most bemutatunk a nézőnknek. Arról van szó, hogy a világos figurákat vezető Aljehin erős mattámadást indított. Fenyeget azzal, hogy a H5-ön álló vezérrel belép H8-a és ezzel mattot kap. A sötét király az sem segít, hogyha a király előtti gyaloggal a G7-G6-ot meglépjük, mert ebben az esetben vezér H7 sakk, király F8, majd vezér H8, futóüt H8, bástyaüt H8 matt, hiszen az F5-ön álló huszár ellenőrzi az E7 és G7 mezőket, azaz a sötét király alapsorra van szorítva. Aljehin 21 táblán játszotta a vakszimultánt, ami azt jelentette, hogy a világbajnok hátat fordított a sakktábláknak, és fejben tartotta a 21 sakktáblát, egyszerre mind a 21-et, és amikor közölték vele, hogy melyik táblán lépett valaki, akkor ő elővette a fejében, az emlékezetéből a sakktáblát, gondolkodott és lépett egyet. Elbírjuk képzelni, hogy egy világbajnoknak micsoda emlékezete és milyen koncentráltsága lehet, hogyha 21 táblán játszik vakszimultánt, illetve az ellenfelei mind első rangú nagyszerű sakkozók. Nos, az adott állásban sötét közölte a világbajnokkal, hogy feladja a partit, tekintettel arra, hogy a H8, vezér H8 mat kombinációt egyszerűen nem tudja védeni. A világbajnok, megjegyzem, hogy jogász ember volt, jogász doktor volt, először Oroszországban végezte el a jogi egyetemet, aztán később a kommunista hatalomátvétel után Franciaországban a Sorbonne Egyetemen is végzett. A világbajnok lévén epélye közölte, hogy jó, hát ő akkor innen még átvenné szívesen a sötét figuráknak is a vezetését. A szimultánon résztvevő nevét elfeledte már a jótékony homály, hiszen az ilyen csúnya vereségeket senki nem szereti felvésetni kéménnyel a koromba. Szóval sötét megörült, és mondta, hogy rendben van, akkor majd ő vezeti a világos figurákat, Aljehin lépjen sötéttel. Aljehin ekkor a D4-en álló bástyát H4-re helyezte, mivel hogy így a H-vonalra ezzel a közbeiktatással megzavarta a vezér H8 mat kombinációt. Természetesen nem a futóval, illetve nem a bástyával ütik le a vezért, illetőleg a bástyát, mivel hogy akkor elveszne az ütegnek az ereje, hanem világos, a szimultánon résztvevő, huszár F5 üt H4-gyel folytatta. Ekkor a világbajnok egy szarkasztikus mosollyal a D2-n álló vezérét C3-ra helyezte, vezér D2 C3, és a szimultánon résztvevő világos elhűlve látta, hogy fenyeget vezér B2 mat, vezér A1 mat, és király C1-re, vezér A1, király D2, majd Aljehin leüti a H1-en álló bástyát, és a kötés miatt elveszlik még a H4-en álló huszár is. Ezért világos
azt mondta a világbajnoknak, hogy hát beláttam én már a tévedésemet, és feladom a partit, mert valóban védhetetlen, hogy sötét nyerjen. Aljehin nem lett volna Aljehin, hogyha nem gáláns, és felajánlott, hogy jó, hát ő akkor innen folytatná tovább világossal a küzdelmet. Hát pestiesen szólva, sötét eldobta az agyát, és teljesen megdöbbent, hiszen az imént beszéltük meg, hogy világos miért is van veszve. Úgy gondolta a szimultánon résztvevő, hogy mégiscsak övére tűzi a világbajnoknak a skalpját, és közölte, hogy jó, akkor lépjen Aljehin világossal. Ekkor, ahogy Rejtő Jenő írná, lenni meglepetés, világosnak villant az esze, tehát Aljehin beadta a vezér H8 sakkot, amire nem lehet más szabályos lépést tenni, mint királyüt H8, majd ezek után következett a felfedéses kombináció huszár G6. Egyszerre sakk a huszártól és a H1-en álló világos bástyától, az egyetlen szabályos lépés király G8, mire Aljehin világbajnok bástya H1 H8-al bemattolta a szimultánon résztvevőt. Tisztelt nézőink, ezek után azt hiszem, hogy könnyű fogalmat kapni arról, hogy a sakkvilág legjobbjai mire képesek a sakktáblán, milyen szellemi képességekkel rendelkeznek. Ember legyen a talpán, sakkozó a talpán, aki egy ilyen kombinációt meglát, egyszerre 21 táblán vakon vezetve a partikat. Természetesen a megyénk sakk életében nem csak ilyenek fordulnak elő, hanem sakkozunk alacsonyabb szinten is. Ez az alacsonyabb szinten való sakkozás nem azt jelenti természetesen, hogy a megyékben senki nem tud sakkozni, hiszen, mint beszámoltunk, versenyeredményekről, nemzeti csapatbajnokságban vívott küzdelmekről partikat mutattunk be, bizonyítottuk már, hogy igencsak tudnak sakkozni a Szabolcs megyei sakkozók. Arról van szó, hogy az utánpótlás nevelésére is gondot fordítunk, és a napokban, december 5-én egy óriási gyerekversenyt rendezett meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkszövetség, a 11. Mikulás kupát, ahol, ha jól emlékszem, 206 gyerek vett részt a küzdelmekben, mindenki 18 év alatti volt természetesen, de igen sok óvodás is részt vett a versenyen. A verseny főszervezője és főbírója Péter nagymester volt, aki mellékállásban FIDE sakkbíró is. Péter, kérlek, mondd el, milyen volt a verseny? Hát igen, nehéz, azt mondanám elsőként. Tehát 206 gyereket nagyon nehéz szép folyamatosan levezényelni, tehát magát a versenyt. Én úgy gondolom, hogy tehát ez egy létszámcsúcs, tehát eddig a legtöbb játékos, aki indult a ugye, versenyünkön, az 200 fő volt, de rendszerint olyan 170-180 fő szokott indulni. Már azzal is könnyebb egy kicsit bánni, főleg úgy, hogy az előnevezők létszáma ugye 232 volt, tehát nekünk úgy kellett felkészülni, hogy 232 embert kellett volna leültetnünk. Idézőben szerencsére ugye megbetegedtek, nem tudtak eljönni több mint 20-an, úgyhogy így is nagyon-nagyon szép ez a létszám. Amit tudni kell még, hogy ugye külön óvodás csoport is volt, ahol 16-an vettek részt. Nagyon élvezték, nagyon tetszett nekik a verseny. Egyszerűen felejthetetlen élményekkel távoztak, több óvodás is, és a szülő is mondta. Úgyhogy minek köszönhetők ezek a felejthetetlen élmények? Mivel sikerült a gyerekeket olyannyira megörvendeztetni, hogy a sakkszerelmesei lettek életük végéig? Hát igen, erre szoktuk azt mondani, hogy van motiváció, ugye, és nem csak a sakk, mint maga a játék a motiváció. Hát mindenki kapott természetesen egy kis Mikulás csomag ajándékot, akkor emellett ugye a győztesek nagyon szép érmeket, kupákat nyertek, tehát és voltak még más külön díjak is. Hát igen, igen. Minden résztvevő gyerek minden évben Mikulás csomaggal távozik a versenyről, igen. De a legjobbak, a kategória győztesek még mindenféle egyebet is kaptak, sakkirodalmat. Igen, sakkirodalmat, sakkújságokat, nagyon-nagyon jó kis ilyen sakkfüzeteket, tehát ami pont nekik való, amiből tovább még tovább képzés. Tudnak fejlődni, tehát ez mindenképp nagyon jó volt, és hát természetesen ugye
van mit fejlődni, tudnak mit tanulni a sakkból ezek a pici óvodások, de ugye a sakk és maga a világ is annyira felgyorsult, hogy soha nem késő elkezdeni magát ezt a játékot. És ami a legnagyobb előnye tényleg a sakknak, mint ugye játéknak, hogy játékon keresztül dolgoztatja meg a gyermeknek az agyátát, és egyre eszesebbek, egyre okosabbak lesznek. És gyakorlatilag úgy, hogy nem is tudnak róla, egész egyszerűen ugye játéknak veszik az egészet, és ez nagyon-nagyon jó. Hát pedagógilag azt hiszem így lehet a legjobban rávenni a komoly munkára a gyerekeket. Ahogy az izmot terhelni kell és használni kell, attól erősödik az izom, az agy is a használattól, az igénybevételtől lesz erősebb, és ez a gyereksakverseny erre mindenképpen alkalmas. Azt hiszem, hogy az magáért beszélő tény, amikor minden Mikulás kupán a gyerekek egyszerűen nem tudják abba hagyni az utolsó forduló után sem a sakkot, ott maradnak az asztaloknál, játszanak egymással, és nem egyszer a szülők és az edzők is bekapcsolódnak, kedvet kapnak ahhoz, és alig lehet a nap végén elpakolni a készleteket, órákat, táblákat, mert a gyerekek és a szülők még ott akarnak sakkozni, akár éjfélig is képesek némelyek ott maradni, hogyha a termet nem kellene kiüríteni már a késő esti órák. Hát, ez egyértelmű. Itt visszatérve egy picit ugye a kisebbekhez, tehát nagyon-nagyon sok 8 és 10 éves gyermek indul. Tehát talán még ilyen csoportunk soha nem volt, hogy a 10 éveseknél 60-an indultak. 58-an a 8 éveseknél? 58-an a 8 éveseknél, tehát ott is, tehát az is egy csúcs létszám volt. Tehát itt fantasztikus. Tehát ez a létszám, tehát már ez a két csoport ugye majdnem 120 részvevőt vonzott, és hogyha ugye az óvodásokat ugye nem szedjük külön, akkor ők még a 8 évesekkel együtt játszottak volna. Tehát az egy hihetetlen nagy fegyvertény, hogy ilyen létszámmal indultak. De ez én úgy gondolom, hogy már maga a hagyomány, tehát hogy mindig megrendezzük ezt a versenyt, általában ugye én azt mondom, hogy azért rendszerint a gyerekek elég nagy, tehát nagyon nagy élménnyel távoznak, szeretnek visszajönni, visszajárni a versenyünkre, és ugye amint ezt mondtam, nem csak városi verseny ez, meg nem csak megyei verseny, hanem ez már régiós verseny. Minden évben jönnek Miskolcról, Debrecenből, és most ugye Szatmár Németiből is jöttek. Bihar, és az egyik Bihar megyéből, Romániából. És az egyik ugye leányzó meg is nyerte a versenyt, tehát a lányok között. Ugye együtt játszanak a lányok, fiúk a verseny, azt kell tudni, de külön értékeljük őket. És ugye és elég nagy díjazású verseny, tehát sakkirodalom, ugye a Mikulás csomag, nagyon szép kupákat, érmeket nyernek ugye a díjazottak, külön értékeljük a Szabolcs megyei versenyzőket, tehát az egy szerintem nagyon jó dolog, hogyha egy Szabolcs megyei verseny megnyeri az egész verseny, akkor két kupával térhet haza. Két aranyéremmel, két külön díjjal, ajándékkal, Mikulás csomagokkal. Én azt hiszem, hogy annyi érmet és kupát és külön díjat osztottunk ki a versenyen, hogy azt még az erőbajnok, a legerősebb magyar Fekete László sem biztos, hogy elbírná egyszerre. Óriási mennyiségűt. Én azt szeretném még elmondani erről a versenyről, részt vettem én is ott, mint versenybíró, a kisebbek között, a 8 évesek között és a 10 éveseknél bíráskodtam, hogy egy ilyen versenyt azért is érdemes végignézni, mert óriási élményekkel gazdagodik az ember. A sakk Magyarországon egyre népszerűbb. Különösen a kicsiknél, ahogy említetted, a 8 és 10 évesek korcsoportja volt a legnépesebb. Ez azt bizonyítja, abból is következik, hogy egyre többen tanulnak sakkozni a gyerekek közül általános iskolában, a Polgár Judit sakkprogrammal, a sakkpalota rendszerrel és más oktatási módszerekkel is egyre több gyerek ismerkedik meg a szellemi bokszal. A gyerekek ezen túlmenően még nagyon szeretnek versenyen részt venni, és hihetetlenül élvezik is azt. A versenyen nem minden gyermek teljesen felkészült még a versenysakra, és ezért rendkívül mulatságos esetek is előfordulnak. Tudni kellett, hogy ez a verseny úgynevezett rapid verseny, és a rapid szabályok szerint a versenybíró csak akkor avatkozhat be a játékba, hogyha erre külön felkérik a sakkozók.
Tehát gondolok itt arra, hogy például, amikor valamelyik játékos időtúllépést követel, a versenybíró rapid versenyen nem szólhat közbe, hogy valamelyik játékos, aki időtúllépést követett el, tehát elfogyott a gondolkodás ideje, emiatt vesztett, hanem az ellenfélnek kell igényelni, hogy győzött, mivel az ellenfelének elfogyott a gondolkodás ideje. Hát több ilyen érdekes eset előfordult. Egyik alkalommal a világos, a sötét magányos királyt, sötétnek már csak királya volt a táblán, egy vezérrel és egy bástyával hajszolta, fogalma sem volt, hogy hogyan kell bematolni a magányos királyt, adta csillogó szemmel a gyerek egymás után a sakkokat, miközben már legalább 5 perce elfogyott a gondolkodás ideje. Egy másik partiban ugyanez volt a helyzet, csak akkor a sakkot adó gyereknek már körülbelül 10 perce el volt fogyva a gondolkodás ideje, és ezzel egy kicsit el is csúszott a következő fordulónak a párosítása. De hát említést tehetnék arról, hogy az egyik partiban, mikor mentem el a gyermekek között, arra figyeltem fel, hogy világos mattámadást indított a sötét király ellen, nagyon szépen vezetett támadás volt, csak egy hibája volt az esetnek, körülbelül 10 percig figyeltem a partit, világosnak nem volt királya a táblán. Nem tudtam hová tenni a dolgot, először azt hittem, hogy azt már leütötték, és a gyerekek a szabályokat nem ismervén tovább sakkoznak, végül kiderült, hogy a 7 éves csöpségnek a tábláról az ölébe esett a király, és egyszer csak körülbelül 10 perc után észrevette, hogy nincs a királya a táblán, szétnézett és az öléből felvette a királyt és visszatette valahova az alapsóra, hát nem vagyok biztos benne, hogy arra a mezőre, ahonnan leesett, de hát az ellenfele nem reklamált semmit. Hát igen, ilyen aranyos történetek, ez mindig színesíti magát a sakknak, a játéknak, és a szerepét és a gyerekek közötti dolgokat. Én mindenképp azt tudom mondani, hogy köszönöm a szülőknek, hogy elhozták a gyereküket, remélhetőleg a legtöbben ugye felejthetetlen élménnyel tértek haza, és hát bízunk benne, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni ezt a rangos rendezvényt, amely én úgy gondolom, hogy nem csak a régióban, hanem Magyarország egyik legnagyobb gyerek rendezvénye, tehát ugye mint ifjúsági bizottságnak az elnöke a Magyar Sakkszövetségben elég nagy rálátásom van a gyerekversenyekre, és hát ilyen nagy létszámút természetesen az országos szinten, országos bajnokságokon szokott de lenni, de ilyen helyi, kisebb, ugye regionális versenyeken, hát ha valaki elére a 100 főt, az már egy nagyon-nagyon nagy fegyvertény. És visszatérve még ugye a másik nagy rendezvényünk a Nyírségi Torna, ott is nagyon sok gyerek szokott indulni, de ott is bőven ilyen 140-150-es létszám szokott létrejönni. Sok évvel ezelőtt volt a 200-nál többen a Nyírségi Torna. Hát igen, az manapság ugye nem egyszerű, de hát egyszer hát, ha vissza fogunk térni arra is, hogy olyan hatalmas létszámot sikerül összehoznunk, hogy ismételten 200 fölé tudunk ott is menni. Azt hiszem, mindenről beszámoltunk a megye sakk életéből, ami ez idáig történt. December végén rendezi meg a szövetség a megyei egyéni bajnokságot, a megyei rapid sakk és villámsakk egyéni bajnokságot, amelynek eredményéről januárban fogunk beszámolni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!